Balogh Béla a PMFC Matthias középhátvéd, de az új frizura az új szellemi csapatnak köszönhető? Nem, semmi köze nincsen hozzá. Egy ilyen érzés tölt rám, hogy most már kéne újulni, hogy levágattam. Azt mennyire látom jól, hogy új szellemű a csapat járni vezetése alatt? Ezt jól látod. Én is azt mondom, hogy tehát érezzük mi is azt, hogy sokkal szervezettebb vagyunk, egységesebbek, és ez a pályán is megmutatkozik. Elképzelhető ez, hogy most két bravúrral párosul, hiszen a Videoton Perpinator is vezető az NB1-be, és mondhatjuk, hogy az ország legerősebb csapata, a Debrecen pedig azért mégiscsak bajnoki címvédő. Ez így van. Hát reméljük, hogy tényleg lesznek bravúrok, és akkor de igazából az első és legfontosabb szerintem a Debreceneli meccsünk. Tehát, hogy a bajnokságban minél több pontot szerezzünk, hogy bent tudjunk maradni. Akkor Debrecen könnyű dolgunk lesz, hiszen Debrecenben nyertünk, akkor hazai pályán kötelező ez a győzelem. Azért erős túlzásra kötelező, mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikerül legyőzni a Debrecent. Mondjuk ahhoz a Debrecen mérkőzéshez képest, ami Debrecenben volt, hogy látod, mi volt, milyen változások voltak Debrecenben, milyen változások voltak Pécsett, és ki jöhet ki ebből jobban? Azt kell, hogy mondjam, hogy Debrecenben elég egységesek voltunk, meg szervezettek, úgyhogy tehát ezt kell tovább vinnünk, és akkor remélhetőleg meg is tudjuk nyerni a mérkőzést. És a Debrecen hogyan változott ahhoz képest? Biztos, hogy tanultak abból a vereségből, és már nem úgy jönnek ellenünk, hogy kis túlzás, hogy félvállról vesznek minket, hanem tényleg 100%-osan oda koncentrálnak, mert neki is nagyon fontos a három pont. Bízom benne, hogy mi jövünk ki jobban ebből. Nyilvánvalóan azt mondanád, hogy a szerdán és szombaton is, hogyha győznétek, az lenne elégedetté, de hogyha a két győzelem közül kéne választani egyiket, akkor melyiket választanád? Hát én egyértelműen a debreceni meccset mondanám.